Ha kirándulni indulunk, érdemes időnként felfelé tekinteni a villanyoszlopok tetejére, hiszen számos gólyafészket láthatunk. Ezekben a hetekben pedig akár egész családokat is megfigyelhetünk. Magyarországon 1941-ben volt az első országos gólyafelmérés, majd 1958 óta 5 évente felmérik a madárvédelmi szervezetek a fehér gólyák állományát. Ez a legrégebb óta monitorozott faj hazánkban és Európában is. Az első számolásnál 1941-ben még mintegy 16 ezer pár fészkelt Magyarországon, napjainkban pedig ugye a legutóbbi számolás 2019-ben akkor 4 ezer pár volt már csak, tehát egyedére csökkent az állomány. 2019-hez képest úgy tűnt tavaly, hogy egy 400 páros emelkedés volt. A következő két hét, vagyis július első fele a legfontosabb időszak, hiszen a fiókák már nagyobbak, de még a fészekben állnak, így könnyű a számlálás. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kíváncsi, hogy hol van lakott vagy lakatlan gólyafészek, de akár üres fészek tartó. Volt-e költés idén? Ha igen, hány fióka repült ki, és volt-e gyűrűs gólya? Ebben a lakosság segítségét is kérik. Nem kell más tenni, mint letölteni az ingyenes Turdus mobiltelefonos alkalmazást, és rajta keresztül beküldeni az információkat. Akkor itt rákattintjuk a természetlesen ikonra, és ezen belül van a gólyales. És hogyha idáig elnavigáltunk, akkor is be van kapcsolva a GPS, akkor a telefon érzéke, hogy hol vagyunk, és a környék összes gólyafészkét nekünk meg fogja mutatni, és egy pillanat alatt el tudjuk dönteni, hogy az a gólyafészek, amit éppen nézünk, hogy az fent van a rendszerben. Ha nincs, akkor érdemes feltölteni. A felméréssel kapcsolatos bővebb információ az Egyesület honlapján található.